Karácsony Miskolcon. Ígérete szerint, ha megválasztják, az MVK visszakapja az állami támogatást. Helybe vitték a szűrővizsgálatokat Jukóvölgyben. Az akció még holnap is tart. Buszhúzás és jótékonysági futóverseny. Idén is autómentes nappal zárult a mobilitási hét. Jó estét kívánok! Önök a Miskolc Televízió híradóját látják. Jöjjenek a részletek! A jelenlegi kormányt le kell váltani annak érdekében, hogy Magyarország mindannyiunk közös hazája lehessen, fogalmazott Karácsony Gergely Miskolcon. Az MSZP miniszterelnök jelöltje a párt társelnökével, valamint képviselőjelöltjeivel közösen várta az utcafórumra a miskolciakat. Karácsony Gergely hangsúlyozta, szeretne az ellenzéki pártok közös nevezőjévé válni, azért, hogy az országot újra egyesíteni tudják. Azért dolgoztunk az elmúlt hetekben, azért gyűjtöttük az aláírást, mert egy másik országba szeretnénk élni. Ez az előválasztás elsődleges célja a megye egyes számú választókerületében induló Simon Gábor szerint. A politikus kiemelte, rendszerváltásra van szükség. Egy olyan országot képzelnek el, ahol nem nyomják el az embereket, és ahol mindenki egyenlő. Ahol a jogok és a kötelezettségek nem csak hogy párban járnak, hanem mindenkinek annyi joga van és annyi kötelezettsége, mint a szomszédjának, az embertársának, vagy annak, akinek 10 milliárd forintért jachtja van az Adrián. Ami most történik, az a demokrácia újjászületése Magyarországon. Erről már az MSZP társelnöke beszélt. Tóth Bertalan szerint ez a folyamat az ellenzéki pártok közös tiltakozásával kezdődött a rabszolgatörvény ellen, majd a 2019-es önkormányzati választásokkal folytatódott. Most pedig már az előválasztásnál járunk, aminek a kezdetektől az MSZP Párbeszéd Szövetség volt a legfőbb motorja, fogalmazott az ellenzéki politikus. Ez a célunk most is, hogy mind a 106 választókerületben közösen válasszuk ki a legalkalmasabb és legjobb jelölteket, akik le tudják győzni a fideszes jelölteket. Varga László országgyűlési képviselő, előválasztási jelölt, Orbán Viktor hétfői napi rendelőti felszólalására hívta fel a figyelmet. A miniszterelnök Magyarországról, mint sikerpropagandáról beszélt, miközben Varga László szerint az elmúlt 11 évben, de különösen a Covid idején nagyon sokan kerültek nehéz helyzetbe. Én azt hiszem, hogy mi miskolciak értjük azt, hogy milyen változásra van szükség. Amikor összefogtunk, amikor együtt működtünk, akkor meg tudtuk teremteni a változás feltételeit 19 őszén az önkormányzati választáson. Karácsony Gergely beszéd elején örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy bár a hétvégén volt egy kis ellentámadás, de hétfőn, az előválasztás első napján csak nem 70 ezeren mentek el voksolni. Szeretnék visszaadni a demokrácia eredeti értelmét, mégpedig az, hogy a demokráciában a nép uralkodik, és nem a népen uralkodnak. A miniszterelnök jelölt úgy fogalmazott, minden egyes leadott szavazat kiüt egy téglát a NER építményéből, abból a hatalmi rendszerből, aminek lejárt az ideje Magyarországon. Én ezért vállaltam a miniszterelnök jelöltséget, azért, hogy közös nevezőre jutassam a pártokat a választáson és utána a kormányzásban is. És ha közös nevezővé tudok válni, akkor végre tudom hajtani azt a politikát, hogy újra egyesítjük Magyarországot, és Magyarország újra mindannyiunk közös otthona lesz. Simon Gábor végül arra kérte Karácsony Gergelyt, hogy egy győztes választást követően soron kívül adják vissza Miskolcnak az MVK-tól elvont évi 500 millió forintos állami támogatást. Erre a miniszterelnök jelölt a fórum képviselői előtt ígéretet tett. Karácsony Gergely az utcafórum után a Miskolc Televízió vendége volt. A miniszterelnök jelölttel készült beszélgetést csütörtökön a Miskolci Naplóban láthatják. Nagyszabású szűrőprogram kezdődött szerdán Jukóvölgyben. A Nemzeti Népegészségügyi Központ két napon keresztül három szűrőbusszal van jelen az ömében hátrányos helyzetű romák lakta település részen. Az akció megszervezésében az önkormányzat és több civil szervezet is részt vett. Miskolc alpolgármestere hangsúlyozta, a szűréseknek óriási jelentőségük van, ugyanis a szegénységgel egyenes arányban romlik az egészségi állapot is. Az egyes buszon általános állapotfelmérés, vércukor, koleszterin, EKG, vakakarindex,
csontsűrűség és légzésfunkció. A szűrések széles palettája szinte házhoz jött a Jukóbölgyben, a Vasgyárban és a számozott utcákban élők számára. A Nemzeti Népegészségügyi Központ 3 szűrőbusszal érkezett a jukói közösségi házhoz. A programról szociális munkásokon és védőnőkön keresztül értesültek a lakosok, és sokan éltek is az ingyenes szűrés lehetőségével. Az egészségem az fontos számomra, úgyhogy szerettem volna, hogyha ugye ingyenes, nem kell időpont hozzá, az az igazság, hogy nagyon nehezen tudunk nőgyógyászatra, főleg kardiológiára hosszadalmasabb azért az időpont. Úgyhogy ez nagyon jó ötlet, hogy ez most így jelen pillanat itt van. Számomra ez fontos. EKG vércukor és koleszterin szintmérés, nyaki érultrahang és csontsűrűség vizsgálat is elérhető volt. Új elemként pedig szájüregi rákszűrést is végeztek a szakemberek a szűrőbuszon. A helybe visszük a szűrővizsgálatokat programot 2018-ban indította útjára a kormányhivatal. 2019-ben csatlakoztunk a felzárkozó települések hosszú távú programjának megvalósításához. Ez annyit tesz, hogy ez a program a kis lélekszámú települések, illetve település részek lakóihoz viszi el a szűrővizsgálatokat. Olyan települések lakóihoz, akik a település gazdasági, szociokulturális vagy pusztán közlekedési adottságai miatt nem tudnak részt venni nehezen, vagy egyáltalán nem tudják elérni a szűrővizsgálatokat, illetve a szakrendelések nyújtotta lehetőségeket. A szűrőbusz kitelepülése Miskolc alpolgármestere szerint óriási lehetőség. A szegénységgel együtt ugyanis rendszerint az egészségi állapot romlása is együtt jár. Túl azon, hogy a két nap alatt itt megjelentek számára lesz egy biztos pont, egy lelet, amivel ha szükséges, akkor tovább tudnak lépni. Ha pedig nem szükséges, akkor biztosak lehetünk abban, hogy legalább az egészségi állapotok ezeken a területeken rendben van. De ezen túl ez alkalom az egészség fejlesztésre, a megelőzésre, a prevencióra és a figyelemfelkeltésre. A szűréseket ezúttal tajkártya nélkül is igénybe vehették a lakosok, akik leleteiket ügyfélkapun keresztül kapták meg. Utóbbi létrehozásához és kezeléséhez pedig segítséget is kaptak. A szűrőbuszok nyújtotta szolgáltatások még csütörtökön is elérhetőek lesznek a település részen élők számára a jukói közösségi háznál. Ismét kinyílt a Városházda, ahová ezúttal a Bársony János Általános Iskola negyedikes diákjai tettek látogatást. A gyerekeket Szúnyog László főépítész fogadta. A fiatalok még korábban rajzokat, illetve maketteket készítettek az avasi kilátóról, amit a főépítésznek is megmutattak. Alkotásuk jutalmául látogathattak el a polgármesteri hivatalba, amit a vírushelyzet miatt időzítettek mostanra. Úgy gondoltam, hogy illik visszahívni a gyerekeket, akik engem megvendégeltek, és hát ahogy nézem, elég nagy örömmel jöttek ide, és jöttetek ide, ugye? És én abban bízom, hogy ezáltal, hogy mivel ők a jövő, ez ugye ilyen közhelyez, de hogy ezáltal még jobban szeretni fogják talán ezt a várost, hogyha egy kicsit a kulisszatitkokba is beleshetnek, hogyha megnézhetik a közgyűlési termet, ahol a város a közgyűlést tartja, ahol a polgármester ül, és ne talántán még lehet, hogy a főépítész irodájára is kíváncsiak. Idén is autómentes nappal zárult a kontinens legnagyobb közlekedési és környezetvédelmi kampánya, az Európai Mobilitási Hét. Szerdán városszerte az alternatív közlekedési eszközök használatára hívták fel a figyelmet, köztük a tömegközlekedésre, a kerékpározásra, a rollerezésre vagy akár a gyaloglásra. A szemléletformáló akció részeként az MVK ZRT buszhúzó versenye idén is a programok között szerepelt. A leggyorsabb buszhúzó csapat címért helyi iskolák versenyeztek. Ma egyébként érdemes volt az autókat a garázsban hagyni a környezet megóvása érdekében. Aki így tett, az érvényes forgalmi engedély birtokában, családtagjait is beleértve, ingyen utazhatott a miskolci buszokon és villamosokon. Nemes céllal húztak ma fel futócipőt a miskolciak. A mobilitási hét részeként futóversenyt rendeztek, amivel egy látássérült kislány Takács Anna tanulmányaihoz járultak hozzá az akcióhoz csatlakozók. Több iskola és szervezet is képviseltette magát, ezen kívül a városházi dolgozók is egyéni gyűjtésbe kezdtek Anna számára.
Jöhet a kar hozzá föl! Mozgás előtt az alapos bemelegítés sem maradt el. Több száz iskolás gyűlt össze szerdán a Szent István téren, és a gyerekek amellett, hogy aktívan töltötték a délelőttöt, egy jótékony ügyhöz is hozzájárultak. A Fazekas utcai általános iskolába jöttünk, és a kislányt támogatjuk, azért jöttünk el ennyien, hogy minél hamarabb meggyógyuljon. A rajtnál a látássérült kislány Takács Anna is ott volt. Érte futott a több száz fős tömeg, akik vállalkoztak a szimbolikus 2021 méteres táv megtételére, de nem csak az iskolások futottak. Az akció során katonák is rajtozáltak. Az adománygyűjtő akciót ugyanis a Magyar Honvédség hívta életre. A nevezésekből befolyt összeget munkatársuk kislányának ajánlották fel. Az én beosztott altisztem, Takács Norbert őrzőmester, jelentette a kislányára vonatkozó betegséget. Átgondoltam, hogy mit és hogyan tudnák szervezésre tenni annak érdekében, hogy Annának az állapotát, gyógyítását, további életminőségének a javítását hogyan tudnám megoldani, javítani. És végül is arra a megállapításra jutottam, hogy szervezünk egy ilyen jellegű rendezvényt. A kezdeményezéshez Miskolcváros önkormányzata örömmel csatlakozott. Sőt, Takács Anna számára a városházi dolgozók külön gyűjtést is indítottak. Gyakorlatilag a város minden rendelkezésre álló eszközzel felkarolta ezt a kezdeményezést. Itt a szervezési feladatok és minden egyéb tekintetében szerintem megtettük azt, amit meg tudtunk tenni. Amivel ezzel szemben különösen büszkélkedhetünk, az az, hogy a városházán belül is elindult egy olyan magánakcióként kezdeményezett gyűjtés, aminek az eredményét hétfőn fogjuk átadni majd Annának. A futással Takács Anna oktatásához járultak hozzá a résztvevők. A kislánynak ugyanis olyan speciális látássegítő eszközökre van szüksége, amelyek segítségével otthonról is végezheti tanulmányait. Az eszközvásárlásra szánt támogatás a Szuperszum alapítvány segítségével jut el a családhoz. Különleges 19. századi technikával készült képeket láthatnak az érdeklődők a Miskolci Nemzeti Színházban. Fekete Zoltán fotóművész második kiállítása a Fezarha címet viseli. Az alkotások nedves kollódiumos eljárással készültek, amely az 1850-es években széles körben elterjedt módszer volt. Az alkotó központi témája az ember, amely a hétköznapinál sokkal mélyebb ábrázolásmódban jelenik meg. Fekete Zoltán a kivitelezéshez egy több mint 100 éves francia utazókamerát használt. A végső gondolat valójában az volt, hogy ugye olyan pörgős világot élünk, ami már szerintem nem az embernek a sebessége. És ehhez a fotózáshoz le kell lassulni, át kell gondolni, és egy kicsit meditatív állapotba kerül ilyenkor az ember. Úgyhogy én nekem valójában az a célom ezzel, hogy megmutassam, hogy lehet fényképet úgy is csinálni, hogy közben nem pörgünk olyan nagy hatalmas sebességgel, hanem szépen, nyugodtan, átgondoltan az ember sebességével tudunk képet készíteni. Fekete Zoltán kiállításáról a Promenád című kulturális magazinunkban láthatnak bővebb összeállítást. A következő napok nyárias meleg időt tartogatnak, a részletekről bővebben a híradó után kezdődő időjárás jelentésben hallhatnak. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Videóinkat a minap.hu-n és a Minap YouTube csatornáján újra nézhetik, de kövessenek minket Facebookon és Instagramon is. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik az egészségpercek. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, további szép estét és jó tévézést kívánok. Viszontlátásra!